Tsai Charvei fiatal tájvani művésznőnek az installációját látjuk. Nála az az érdekes, hogy ő a buddhizmusban nagyon fontos szerepet játszó egyik szövegét használja föl, és pedig a Szív Sutrát, és ennek a kínai változata az 262 karakterből áll, és ezeket ő különböző organikus felületekre írja. Ez azért érdekes, mert az írott szövegnek van egyfajta ilyen állandó érvényessége, mint az írott törvények, és ő viszont múlandó felületekre írja. Tehát a hordozó lehet például lótuszlevél, lehet fadarab, mint ahogy itt a Ludwig Múzeumban ezt megvalósította, lehet tofuszelet, lehet virágszirom, lehet gomba, és itt egy nagyon érdekes kontraszt jelenik meg, aközött, hogy az írott szövegnek van egy, mondom, egy ilyen állandó érvényessége, viszont a hordozó maga elmúlik, hiszen elrohad, megszárad, vagy megnől, vagy szétporlad. A másik érdekessége az ennek a szövegnek a használata, mert a szöveg maga az a mulandóságról szól. Tehát egy olyan szöveget, ami a mulandóságról szól, viszont ő leírja, tehát ennek egy ilyen, megint egy állandó érvényessége van, viszont ezt ilyen dupla csavarként ő mulandó hordozókra írja. És ahogy ezek a hordozók változnak, korhadnak, szétporladnak, nőnek, kiszáradnak, megrohadnak, a szöveg úgy tűnik el, vagy változik, vagy húzódik szét.